Köszöntöm nézőinket! A pécsi rendezvényszervező KHT a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen a hétvégén rendezte meg a már hagyományos pécsi utazási bőrzét. A legnagyobb hazai, nem fővárosi turisztikai kiállításon és vásáron 100 kiállító várta az érdeklődőket, segítséget nyújtva egyebek mellett a kül- és belföldi utazások, a falusi, a lovas, a vízi, a gyógy, a vadász, a bor, a farm és az ökoturizmus kínálatának megismeréséhez. A Turizmus 2005 bőrze szabad területén pedig megtekinthetők voltak luxus buszok, lakóautók, sőt terepjáró gépkocsik is. Mekkora volt az érdeklődés a kiállítás iránt? Mennyire vonzóak a belföldi ajánlatok? Hová utazik a legszívesebben a magyar ember, ha határon túlra indul? Egyebek mellett ezek lesznek mai Monitor műsorunk témái. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Vétek Emit, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökét és Német Ágot Általkamara idegenforgalmi referensét. Kezdjük egy csokon. Akikkel szót ejtünk majd arról a kiállításhoz kapcsolódó konferenciáról is, amelyen elsősorban a turizmusfejlesztés térségi együttműködésének lehetőségeit vitatták meg. Engedjék meg nekem, hogy még mielőtt a szakmai kérdések boncolgatásába belemennénk, férfi kollégáim nevében nagyon boldog műnapot kívánjak önöknek. Köszönjük szépen. Azzal együtt, hogy köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. És most akkor a szakma, illetve ennek a mai beszélgetésnek az apropója. Mekkora volt az érdeklődés a vásár és a kiállítás iránt? Hát, valamivel kevesebb volt, mint tavaly. Én tudom, hogy nagyon rossz volt az idő, 20 cm hó esett, és azt hiszem, hogy mindannyiunkon már a tavaszi fáradtság jelei mutatkoznak, tehát tavaly 9000 körül volt a látogatói létszám, és idén pedig 7000 körül. De ez bizonyára, hogyha jó időjárás lett volna, akkor azért nem feltétlenül így alakul, hiszen ez nem egy szigorúan pécsi, illetve baranyai rendezvény, az ország minden tájáról szoktak érkezni az érdeklődők és a kiállítók is. Általában véve mi jellemzi a magyar vendégforgalmat? Mi az, amit mi magyarok tudunk nyújtani a külföldről ide látogatóknak? Én úgy gondolom, hogy még továbbra is megmaradt egy kicsit ez a puszta romantika, tehát azért Magyarországot még annak ellenére, hogy mi megpróbáltunk éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül is ez ellen egy kicsit harcolni, rájöttünk, hogy az elvárásoknak meg kell felelni, márpedig az elvárás az valahogy a csikós, gulyás, pusztával kapcsolatos. Természetesen nagyon sok jó jel és változás történt már az utóbbi években, és eltolódás egyrészt a kultúra fele, a másik pedig a gyógyvizek kihasználtságát növelendő, megépültek, igen korszerű, igen szép új gyógy- és wellness szállók, és hát ők is többek között várják a külföldieket. A kultúrán belül ugye az épített kulturális emlékek, a másik pedig, amely még mindig nagyon vonzó, az a zene, művészet és a folklór is. Nem véletlen az, hogy a tavaszi fesztiválra olyan szép számmal jönnek a külföldiek. Nem véletlen az, hogy Miskolcon operafesztivál tudta a gyökerét már megereszteni, és gyakorlatilag ott már visszatérően szerveznek fesztiválokat. Tehát azért van elmozdulás. Ezzel együtt, aki erre a muskátlis, lovaskocsis, csárdás romantikára vágyik, erre a sztereotípjára, az ezt is megtalálja? Hiszen szép dolog, hogy mi arra törekszünk, hogy megmutassuk Európának, vagy az egész világnak, hogy mi is európai ország lettünk, és kulturális értékekkel is épített kulturális értékekkel is rendelkezünk, de hát amíg megvan ez az igény, addig ezt is ki kell elégíteni. Megtalálják ezt is nálunk? Természetesen most én nem a szűkebb területünkre gondolok itt, mert mondjuk Baranyára soha nem ez volt jellemző, hisz ránk inkább a több nemzetiségi kultúra jellemző, de az Alföldön, Balaton környékén, Balaton felvidéken is, tehát ott mindenütt igen jó és magas színvonalon művelik már ezt. De az Emi említett, hogy itt sokféle nemzetiségi, pont ez az, amit itt ebben a térségben nem használunk ki eléggé. Tehát erre érdemes lenne erősíteni, mert erre van igény, hogy ezeket a külföldiek is megismerjék, az itteni hagyományokat, gasztronómiát.
És hát itt kapcsolódik a térséghez még a bor turizmus, ami itt nagyon jelentős. És a nációk egymás iránt is érdeklődnek? Gondolok arra, hogy itt például a német és a horvát nemzetiség a legmarkánsabban jelenlévő kisebbség. A német, mondjuk Németországból ide érkezők csak a saját kultúrájukat keresik, és arra csillan föl a szemük, vagy megnézik a magyart és a horvátot is? Én mennyire nyitottak? Egyáltalán nem mondanám, hogy csak a sajátjukat. Az természetes, hogy a németek számára igen érdekes az itt konzervált német kultúra, hisz nagyon sok dologgal otthon már nem találkozhatnak. Ez köszönhető a fejlődésnek, köszönhető a háborúknak, de ugyanúgy örülnek, hogyha a horvát, vagy természetes, hogy a magyar kulturális emlékekkel találkoznak. Erre a legjobb példa talán Mohács, ahol gyakorlatilag mind a három kultúra együtt és békességben megfér egymás mellett, amit ki is szoktak az idegenvezetők emelni, hogy azért van, ahol békességben is meg tudnak a különböző népek egymás mellett élni. Ha a mohácsi halászcsárdában elkezdik a tamburicát játszani, hát bizony nagyon gyorsan táncra perdülnek a németek. Emelkedik vagy csökken az ide látogatók száma? Most az ide látogatók alatt én a pécsi, illetve baranyai, esetleg, hogyha kibővítjük, akkor a dél-dunántúli régiót. Csökken. Tehát összességében Baranya megyében az elmúlt évben az 1-től a 12. hónapig 96 egész körül van a vendégforgalom, vendégészakák, ez csökken. Ha megnézzük, akkor a külföldi vendégforgalom egy kicsit nőtt 1-2%-kal, a belföldi pedig jobban csökkent, mint az átlag. Tehát most ugye lélekszámról beszélünk, vagy hát arról számszakról, hogy hányan jönnek és ide. A vendégészakák. A bevételeknél pedig az látszik, hogy egy kicsit ott növekedtek a bevételek, de ez főként a magasabb kategóriájú szállásoknál, tehát magasabb kategóriájú szállodáknál tapasztalható főként. Uh-huh. Tehát nagyobb igény van a magasabb szintű, drágább szolgáltatásokra, a belföldi forgalomban is, nem csak a külföldi forgalomban. Tehát akkor csökken az itt eltöltött éjszakák vagy napok száma, ez szomorkásan hangzik. Ez biztos nem azért van, mert nincs itt elég látnivaló. Mi miatt lehet ez? Nincs elég attrakció. Látnivaló nagyon sok van, de gyakorlatilag a turistát az vonza, hogyha valami érdekes dolog történik. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy sajnos különösen Pécsre a szezonalitás nagyon erősen jellemző. A július és augusztus hónapban szinte kiürül a város, nem csoda, amikor 40 fokos hőség van, elmenekülnek az emberek, nagyon hiányzik a víz, tehát nagyon reménykedünk abban, hogy itt tényleg megépül egy élményfürdő, mert akkor elviselhetőbbé válik már is az itt tartózkodás, és be tudják osztani az idejüket, és délelőtt meg tudnak nézni még a nagy hőség előtt emlékeket, a látogatásokat tehetnek múzeumokba, és utána pedig kipihenhetik a fáradtságot az élményfürdőbe. Hiányoznak a jó színvonalú szállodák, ahol például uszoda lenne. Szomorú, de Pécset egyetlen egy szállodánk nincs, amelynek saját uszodája lenne. Vagy hogyha úgy van, és nyilván úgy van, hogy a turisták főleg bizonyos rendezvényekre, eseményekre célzottan jönnek ide, akkor lehet, hogy azon kellene elgondolkodni, hogy jobban elosztani ezeket a rendezvényeket egész évben, hiszen jelen pillanatban az történik, hogy május végétől mondjuk június végéig vagy július közepéig gyakorlatilag egyfolytában fesztivál van, és utána ez megszűnik egészen szeptemberig. Érzékelhető is, hogy előszezon és az utószezon a külföldi forgalomban is, és ez pontosan a rendezvények miatt van. Uh-huh. Tehát a szeptember az például elég erős. A konferenciaturizmus sem szabad természetesen elfelejteni, az is nagy szerepet játszik, és az, arra szintén nem a nyári hónapok a jellemzőek, hisz akkor általában szabadságon vannak az emberek, és nem a konferenciákkal töltik az idejüket. Mi jellemezte az utazási bőrzén felvonultatott kínálatot? Mi állt a középpontban? Szervezett utazások iránti igény például nem csökkent a diszkont légitársaságok megjelenésével. Egyáltalán mennyiben volt más a kínálat most, mint tavaly? Én úgy veszem észre, hogy a külföldi utaknál, a városlátogató utaknál egy bizonyos, különösen Európára jellemzően
csökkentek az árak, köszönhetően a fapados légitársaságoknak, tehát nagyon sok iroda már az ő olcsó jegyáraikat kalkulálja és velük számol. Örvendetes az, hogy megnőtt az igény az európai körutazások iránt. Itt is volt egy hosszabb időszak, egy kiesés, mindenki tengerpartra akart menni, mindenki a felkapott és az addig vágyott úticélokat próbálta becserkészni, és most végre visszatérnek oda, hogy a kulturális körutazásokat keresik, és azon részt vesznek, és tényleg a valódi értelemben társasutakon vesznek részt, és megismerkednek más országok kultúrájával. Ezen kívül pedig továbbra is tarolnak a nagyon olcsó charteres utak, ahol egy hetet 20-30-40 ezer forintért lehet eltölteni, és hát nem szabad a szomszédunkról, Horvátországról elfelejtkezni, ahol nagyon-nagyon nagy az igény, oda nagyon sokan egyéni utazással, illetve Pécsről autóbusszal utaznak. Még azt hittem, beszéltem olyan kiállítóval, aki 90-es évek óta állít ki, ugye ez volt a 10. bőrze, és most volt a legnagyobb konkrét forgalma ott a bőrzén, tehát a befizetésekből. Nyilván akciókat is biztosítanak ilyenkor az utazási irodák, és van, akinek emiatt megéri közvetlenül ott befizetni a bőrzén az utakat. No, annyit beszélünk a bőrzéről, egy kicsit elevenítsük fel a hangulatát, villancsuk fel, ugyanis forgatócsoportunkkal mi is felkerestük a rendezvényt, és munkatársaink arról faggatták a kiállítókat, hogy hogyan látják a belföldi turizmus jövőjét, miben lehetne, miben kellene előrelépni, illetve hogy milyen utak iránt nagy az érdeklődés, melyek a kedvelt úti célok, íme a válaszok. A Questor Travel RT milyen utazási palettával várja az érdeklődőket itt a 10. pécsi utazási bőrzén? Alapvetően társaságunk specifikációja a mediterrán terület, a két rész, az egyik Törökország, a másik Spanyolország, természetesen mi is ajánlunk horvát utakat, és mind a mellett természetesen a belföldi útjainkat is kínáljuk az itt megjelenteknek. Megfigyelhető-e valamilyen tendencia, van-e valami olyan út, illetve úti cél, amely különösen népszerű az önök utazó közönsége körében? Mi esetünkben a Török Riviera, ami egy kiemelt rész, illetve Spanyolországban a La Mangai rész, ahol két tenger találkozik, és ezt a speciális helyzetet használjuk és ajánljuk az érdeklődőknek. Hányadik alkalommal jelennek meg a pécsi turizmus bőrzén? A Dalmácia Travel most ünnepli 5 éves fennállását, tehát gyakorlatilag 5. éve állandóan résztvevők vagyunk és szervezők vagyunk a turisztikai bőrzén. Közismerten, tehát inkább a horvát tengerpartra orientálódott iroda vagyunk, de nem jelenti azt, hogy tehát más területeket, más desztinációkat nem céloznak meg. Tehát van olasz, igény szerint görög, és ami nagyon lényeges az, hogy kulturális körutazásokat szervezünk, tehát amelyik lehetnek kétféle, tehát vagy kifejezetten tehát kulturális, tehát a műemlékekre és a kulturális hagyományokra épül, illetve nyaralásra egybe kötött ilyen kombinált utazások. Van-e valami olyan ajánlat, ami slágernek tekinthető, ami jelenleg a legnépszerűbb az önök közönsége körében? Most elkezdtünk egy olyan programot Horvátországon belül, amelyben a nemzeti parkokat céloztuk meg, tehát a Plitvicét, a Paklenicát, illetve Zágráb és a Zágrábot körülölelő gyógyfürdő turizmus, tehát integráltuk ebbe a programba. Ezen kívül pedig Olaszországban, Gardató környéke, Velence és Rómáig bezárólag, és ami újdonság, hogy skandináv utakat is szervezünk, tehát egészen az északi sarkörig. Az Ikarosz utazási irodát milyen céllal keresik föl a vendégek? Van már konkrét elképzelésük, vagy tájékozódnak? Hát nagyon sok vendégünknek van elképzelése. Kimondottan Görögország után nagyon nagy az érdeklődés az idei évben, és egyéb utakat érdeklődnek Olaszország, Horvátország, és különböző desztinációk után érdeklődnek a kedves vendégek. Korábbi évekhez képest változott-e valamennyit az utazni vágyók igénye, a célállomások? Történt-e valami elmozdulás pozitív vagy negatív irányban? Hát eddig stagnált az utazási kedv, de ebben az idei évben elég sokan újra útra kelnek. Nagyon sok a buszos vendég, aki autóbusszal, szervezett utakon vesz részt, és megvannak az egyéni utazással utazóknak a kedve is. Változó. Mennyire írja meg, hogy egy ilyen bőrzén megjelenjék egy utazási iroda? Nagyon fontos, hogy megjelenjünk ezen a bőrzén.
Budapest után a legszínvonalasabb kiállítás, idegenforgalmi kiállítás, amit tényleg csak az idegenforgalommal foglalkozik, és itt meg kell mutatni magát az irodáknak, hogy itt vagyunk, élünk, és különböző ajánlatokkal, kedvezményekkel jövünk ki az idei kiállításon is, és mindenképp jövőre is itt fogunk lenni. Az ezer színű baranya KHT milyen ajánlattal készült a 10. utazási bőrzére? Az ezer színű baranya KHT, mint a megye és a város marketing irodája, megpróbálja fölkarolni, illetve begyűjteni azokat az ajánlatokat, amivel a belföldi turistákat meg tudjuk fogni, vagy ide tudjuk csábítani Baranyába. Megpróbálunk a szerény keretekhez mérten azért sok ajánlattal előrukkolni, és olyan újdonságokkal, amit talán a piac is kínál. Például lesz internetes honlapunk. Készült egy Pécs kártya, ami teljesen új termék, az ideérkezőknek egy csomó kedvezményt biztosít, és hát megpróbáljuk egy éven keresztül ezzel is Pécsre vonzani a látogatókat. Nagyon sok a kínálat. Tehát a szolgáltatók, azt mondom, hogy szinte újra felfedezték a belföldet. Itt most csak az üdülési csekkre utalok, egyre emelkedik az igénybevétele, nagyon sok az ilyen üdülési csekk ajánlat, és hát hihetetlen színes a kínálat. Tényleg a drávai hajózástól kezdve a termálfürdő kínálatáig mindent ide bele lehet sorolni. Az utolsó riportalany úgy fogalmazott, hogy a szolgáltatók újra felfedezték a belföldet. Vajon az utazók is felfedezték-e már a belföldet? Egy időben, valljuk meg úgy, ahogy van, nem volt sík Magyarországon nyaralni például. Én úgy veszem észre, hogy köszönhetően a nagyon sok új szállodának igenis megemelkedett a belföldi igény, a belföldön történő pihenésnek az igénye. Sajnos ebből Baranya egyelőre kimarad, mivel itt nem történtek az elmúlt években olyan jelentős beruházások. Elég csak arra gondolni, hogy például Kehida Kustyánban szinte a földből kinőtt egy csodálatos élményfürdő és hozzá egy 4 csillagos szálloda, de sorolhatnám egész Nyugat-Dunántúl, de mehetünk ugyanúgy az Alföldre is, vagy Észak-Magyarországot is megnézhetjük. Sajnos mi itt lemaradtunk, tehát itt van mit behoznunk. Ez természetesen azt mutatja, hogy a tehetősebb réteg az, aki ezt keresi, aki eddig külföldre ment, hogy ilyen színvonalat megtaláljon, az most Magyarországon is megtalálhatja majd. Tehát reméljük, hogy pár év múlva ezt Baranyáról is elmondhatjuk. Hát az kitapintható, hogy a városvezetés meglehetősen eltökélt a Valokányfürdő élményfürdővé alakít, sőt egy hatalmas komplexummal való átalakításában, talán ez segít, ahogy ön is fogalmazott a dolgokban. Hát még a szállásfejlesztés segítene, mert ugye nincsen nagyon magas kategóriába szállodánk ebbe a térségbe, tehát ez egy hiány. Itt nagyon sok új panzió épült, ugye meg lehet említeni a Borutat is, hogy ott is jelentős szállásfejlesztések voltak, ez meg is látszik a Borutnak a vendégforgalmában. De a magas szintű szállod az hiányzik a térségbe, és enélkül pedig nem lehet fizetőképes keresletet ide vonzani. És hát a program egymás után, programok hátán, hogyha már borturizmus, akkor lehet Harkány Siklóst belevenni a körutazásba, de akkor abban kell gondolkodni, ugye, hogy lehetőleg ne kelljen vezetnie annak, aki bort fogyaszt. Ez egy rettenetesen komplex kérdés. Ez egy gyenge pont egyébként, hogy a vállalkozások összefogjanak és együtt alakítsanak ki programcsomagokat, úgyhogy ebbe fejlődni kell mindenképpen. Az idegenforgalmi klub mit tehet ennek a fejlődésnek az érdekében? Rendszeresen tudnak találkozni az idegenforgalomban működő vállalkozásoknak a képviselői, információt cserélhetnek, a problémáikat megbeszélhetik, megismerhetik az új fejlesztéseket, ezek a helyekre szoktunk menni körülnézni, megnézni, hogy ott milyen fejlesztések, tehát egy-egy vállalkozásnál milyen fejlesztések történtek, és össze is kovácsolja őket, baráti kapcsolatok alakulnak ki. Ez az idegenforgalmi klub, ez most már több éve működik, most szeretnénk egy vendéglátós klubot, erről az Emi tud többet beszélni, mert ő tárgyalt a vendéglátós vállalkozásokkal, ugye a vendéglátásban is vannak problémáink, úgyhogy ennek az orvoslására próbáljuk. Ugyanaz, tehát az, hogy a konkurencia megöli az együttműködés lehetőségét, tehát ott is egyfajta összefogásra lenne szükség. Nagyon nagy szükség van, és nagyon fontos az, hogy egymással kommunikáljanak, és a kamara segítségével utat mutassunk nekik abban, hogy lehetőleg emelkedjen, nőjön a színvonal, mert úgy érzem, hogy az utóbbi időben
köszönhetően többek között a csökkenő vendégforgalomnak és valahogy egy ilyen fásultságnak, sajnos vendéglátói téren nagyon-nagyon csökken a színvonal, nagyon rossz az utánpótlás, gyenge a szakképzés, tehát ezek azok a problémák, amivel a vendég találkozhat, és ez nem tesz jót az egész idegenforgalomnak. Igaz. Hát azt mondják, a gyakorlati része a hiányos a képzésnek, tehát hogyha a borra és a gasztronómiára szeretnénk hangsúlyt fektetni ebbe a térségbe, akkor pincéreknek, a szakácsoknak és az egyébeknek az ismereteit emelni kell, hogy korszerű ételek legyenek, hogy értsenek a borokhoz. Ez nem vonható külön a honi gazdaság általános állapotától, mert azért a vendéglátósok örülnek, hogy élnek, mondják ők legalábbis, tehát a jelenlegi viszonyok között. Ezért kell megtalálni ezt az egyedi dolgot, ami miatt oda megy a vendég, és az emberre jó példákat tud mondani, hogy mik azok a területek, ahol lépni kellene előre, és utána fog jönni majd a vendég. A kiállítást és a vásárt megerőzte egy konferencia. Ezek a témák felvetődtek például, amiről mi itt most diskurálunk? A térségi összefogás volt végül is a turizmusfejlesztésben a fő témakör. Kiválasztottunk egy-egy projektet a régió megyéiből. Ugye itt Baranyában a Villány Siklós Borút egy nagyon jó példa, aminek utazási irodája van, most egy Interreg nemzetközi projektbe szeretnék az irányító szervezetet átalakítani a nyugati példák alapján, és volt egy nagyon jó somogyi példa, a Különleges Asztali Örömök rendezvény sorozat, ami idén már 33 rendezvényt fog össze franchise rendszerben, és nem tudom, Emi, neked mi volt a véleménye, de nagyon tanulságos volt számomra, hogy összefogják a településeket. Tanulhatunk tőlük röviden, itt vannak a szomszédban is, és el is határoztam, hogy megpróbálunk majd szervezni oda utakat, hogy a szakemberek nézzék meg. Végül is ők is szinte a semmiből pár év alatt fejlesztették ki, és most már az országhatárokon túl olyan hírnevük lett, és megmozgatják a falvakat. Tehát a régi, klasszikus összefogásra alapoztak, és ami szintén eltűnt évtizedekre, és most megmozgatták az embereket, és egy emberként dolgoznak a falvak, és boldogak, és büszkék rá. Ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés volt. Tanulhatunk. Van olyan rendezvény, ahol 10 000 fős látogatottság van, szóval... 200-300 fős kis falvakban, tehát ez döbbenetes a talán. Hát, ha tanulhatunk, akkor ne is szégyeljünk tanulni. Ennek a beszélgetésnek, hölgyeim, az összefogás volt a visszatérő refrénje, vagy a kulcsszava. Remélem, hogy súlykoltuk annyit, hogy az éteren keresztül a fejekbe is átmegy. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak és válaszoltak a kérdésekre. Ugye az eddigi kiállítási helyszíntől búcsúzik az utazási bőrze, jövőre már az Expo Központ fogadja, ha minden igaz a rendezvényt, ha addig nem is, ami valószínűtlen, akkor ismét találkozni fogunk. Köszönöm, hogy itt voltak. Kezdjük csókolni. Köszönöm szépen.